Nem jó estét kívánok mindenkinek. Tessék, várom a kérdéseket. Nagyon örülök, hogy elfáradt. Még nem fáradtam el, majd ha hülyeségeket fog kérdezni majd akkor. És hogy itt van közöttünk, én egy picikét zavarban vagyok. Zavarban van? Menjen arrébb, hát ott nincs zavar. Mert az a helyzet, hogy nem tudom, hogy hogyan szólíthatom önt. Úrnak vagy elvtársnak. Úrnak, Horváth elvtárs. Nem lettem okosabb. Hát én nem rajtam múlik. Szóval ezt... Iratkozom hogy... be valami ezt iskolába. Hogy én úrnak szólítsam önt, ez jelentse azt, hogy ön a jelenlegi politikai hierarchia része? Megmutatom, hol vagyok, jó? Körülbelül úgy itt. Ez a bal-közép jobb szárnyának az első felső ága. Itt vagyok én. Tehát akkor ön a szociál-liberális koalíciónak a vezér alakja? Nem. Én magam vagyok a koalíció. Innentől ide egy szocialista, innentől ide kapitalista, lefele meg tőkés. A nagy tőkés. Hát csak olyan kis befektető. Persze csak a hagyják. Kolta úr, hagyjuk a politikát, beszéljünk vidámabb dologról, a sportról, a fociról, ha még önhöz tartozik. Minden hozzám tartozik, ebben a rohadt életben a világegyetem hozzám tartozik, meg az összes többi felsőoktatási intézmény. Sajnos ez a rohadt foci is. Igen, hát lezárult az idény, a válogatott nyeretlen maradt, és hát szörnyű a lista, rengeteg vereség, többek között Hollandiában 7-1-re kikaptunk. 7-1-re kikaptunk? Igen. Ne haragudjon, mennyi volt az eredmény a 15. percben? Hát akkor még 1-0-ra vezettünk. Akkor minek nézi tovább? Végig szoktam nézni. Micsoda marhaság. Amikor vezettünk, akkor abba kell hagyni, vagy lefújatni a meccset. Gondolom, valami. Hogy azért ön valamilyen taktikát kidolgozott a meccs előtt, nem? Mi az, hogy? Megmondtam a Verebesnek, hogy két embert állítson rá a Hulitra. Mert a Hulit nem is játszott. Hát ezért voltunk mi 9-en. Borzasztó. Hagyjuk a focit is, egy vidámabb dologra beszéljünk végezetül, hiszen van önnek egy híres filmje, egy filmvígjáték, aminek az a címe, hogy Sose halunk meg. Maga azért ne reménykedjen. Ez csak rám vonatkozik. Hát aki születik, az meg is hal, nem? Hát az igen. Csak én úgy döntöttem, hogy az elejét meg a végét kihagyom. Annyian macera vele. Hát akkor köszönöm szépen, hogy megosztotta a közepét, ezt a kis örökvétet velünk, és én kérem, hogy adja át a helyét, jó? Tessék!